tisztelt képviselőtársaim! A Magyar Országgyűlés tavaly 2012. december 12-én elfogadta a 88/2012-es számú országgyűlési határozatot, amely emléket állít a magyarországi németeknek, akiket elhurcoltak, elűztek 1944-45, vagy az azt követő években Magyarországról. Tulajdonképpen két hullámban érte a megaláztatás és kínszenvedés a magyarországi némethajkú állampolgárokat, polgártársainkat. Először 44 december végén, amikor a szovjet megszállók Málenki robotra vitték el őket, magyar és más nemzetiségű vagy etnikumú képviselő vagy polgártársainkkal együtt. Majd ezt követően a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. szeptember 20-án meghozott határozatának a végrehajtásaként 1946. január 19-én elkezdték kitelepíteni, elszállítani Magyarországról németajkú polgártársainkat. Ez Budaörsről indult az első vonat. Ez a határozat, amelyet említettem, a tavalyi 88/2012-es, ennek az esemény sorozatnak kíván emléket állítani, és természetesen hangsúlyozottan és kifejezetten szándékozta ez a határozat visszautasítani a kollektív bűnösség igazságtalan vágyát, amellyel Magyarországon élő német közösséget érték. De itt hozzá kell tennem azért a teljesség kedvéért, tisztelt képviselőtársaim, hogy ebben az időben a magyarságot is ugyanilyen atrocitás, ugyanilyen kollektív bűnök alapján igaztalan kollektív bűnök alapján érte sérelem a Felvidéken, ami akkor Csehszlovákiához tartozott, a Benes dekrétumok alapján, és szomorúan kell megállapítani, de nyomatékosan szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a Benes dekrétumok viszont még ma is érvényben vannak. Szemben például Csehországgal, ugye ketté vált Csehszlovákia, Csehország megkövette a Csehországból kitelepített németeket és azoknak a hozzátartozóit, Szlovákia ezt nem tette meg, továbbra is adós. Ugyanakkor mi változatlanul, többszörösen, immár az elmúlt 20-23 évben többször kértünk bocsánatot, igyekeztünk valamiféle kárpótlást adni olyan bűnökért, amelyeket egyébként, és ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, tisztelt képviselőtársaim, hogy Magyarországon az elmúlt évszázadokban, a legújabb korban, de különösen a 20. században csak akkor ért embereket, embercsoportokat, emberi közösséget ilyen jellegű, vagy ennél súlyosabb bántódás, amikor idegen megszállás alatt volt Magyarország. Ezt nagyon szeretném nyomatékosan aláhúzni, hogy legyen ez náci, vagy legyen ez szovjet kommunista megszállás, ekkor történtek ezek a szörnyű bűnök, és ezekért a szörnyű bűnökért mi most utódok elnézést kérünk, bocsánatot kérünk, helyettük azok helyett, akik ezt elkövették, de azért ezt szeretném tovább vinni ezt a gondolatot, hogy a noha idegen megszállás alatt történt, ez nem mentség azoknak a személyeknek, vagy azoknak az intézményeknek, amelyek ezeket a szörnyűségeket végrehajtották. Tehát semmiféle mentességet ez nem ad, mi őket elítéljük, és most helyettük kell, hogy ismételten bocsánatot kérjünk jelen pillanatban, jelen esetben a magyarországi németséggel kapcsolatban. Ez az emléknap, amelyet ismételem a tavalyi országgyűlési határozott meg, azt a célt is kitűzte természetesen, hogy ilyen esemény soha többet ne forduljon elő, tehát erre nyomatékosan fölhívja a figyelmet, és azt célozza, azt szeretné, hogyha a jövőben bármilyen nemzeti, faji vagy etnikai, vallási megkülönböztetés ne legyen, és harmonikusan éljünk a jövőben mindenféle probléma nélkül itt ebben a térségben, Magyarországon és a Kárpát-medencében. Most arra kell kitérnem, hogy miért hoztunk újra határozatot. Hát ennek az az egyszerű oka,
hogy a magyarországi németek országos önkormányzata felhívta a figyelmünket arra, hogy itt egy kis történelmi összemosás történt az elhurcolás és az elűzés vonatkozásában, ugyanis ők úgy tartják számon, és ezt nekünk tiszteletbe kell tartani, hogy a 44 decemberében elkezdődött Málenki robot következtében szenvedéseknek kitett német ajkú magyar állampolgárok, akiket elhurcoltak a Szovjetunióba, azokat elhurcolásnak minősíti a német szóhasználat. Szemben az 1946. január 19-én elkezdődött kitelepítésekkel, azt pedig elüzetésnek nevezik. Mi ezt tiszteletben tartjuk, és ezért két képviselőtársammal benyújtottuk ezt az új tartalmában lényegében ugyanaz, de ilyen különbséget tevő javaslatot, határozati javaslatot, amely mindkét eseményre a január 19-i napon kíván emlékezni, és ezt kérem tisztelettel képviselőtársaimtól, hogy támogassák és fogadják el. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt ország!